Nagyon örülünk. Elnézést, csak a fülemből kiugrott ez az utasító, ezt igazgatom majd néha, de Galusz Nikolett itt van a stúdióban, akinek nagyon örülünk. Jó reggelt! Nézd, énekesnő, és pont arról beszéltünk, mennyire durva végig gondolni egy-egy produkció, színházi produkció, vagy musical esetében nem, hogy hányadik előadáshoz érkezett, hány éve játsszák, és hány millió néző váltott rá jegyet. Hát most ez egy rekord, ami történik. Igen. A Madácsban, a macskákkal kapcsolatban. Mert hogy 38 éve játszódik, ugye az ős bemutató az 83-ban volt, egy évvel azután, hogy Londonba bemutatták, ez is már nagyon nagy dolog, mikor történik olyan, hogy egy évvel az ős bemutató után egy Webber darab idejér, és ezt hát ugye Szirtes Tamásnak és Seregi Lászlónak köszönhetjük. És most indul ez a jubileumi hét, ma például ellepik a Madács Táncművészeti Iskola macskái a Hősök terét 5 órakor, ha valaki arra jár, akkor azt fogja látni, és elindul a Macskákban is a jubileumi előadás holnap este. Hát hú, már nem is tudom, annyi szám hangzott itt el, de valami 270 különböző művész, aki eddig tiszteletét tette az előadásban, az lehet, hogy fel is tűnik holnap pillanatnyi szerepekben. És ugye azt nem mondtuk csak a reklámon, hanem hogy 1,6 millió néző, aki jegyet váltott rá. Tehát, igen, ami, erre ami még számolható számok, volt, igen. Hogy ennyi jegy valóban elkelt. És 1500 előadás. Igen. Ez lesz az 1500. Ezt nem játszottam én mindvégig. Én csak 20 éve. 20 éve? 20 éve? És 8 éves voltam, amikor láttam. Most őszintén tényleg a Macskák egy szerintem egy olyan előadás, ami már az alapműveltséghez hozzátartozik. Tehát ezt látni kell T.S. Eliot mágikus történetéből, a macskák karakterisztikájával, nagyon reggel van, bocsánat, karakterisztikájával kapcsolatban született meg különböző történetek, olyasmi, mint hogyha az állattartók bekameráznák otthon a lakásukat, hogy mit csinál a kutyuska, vagy mit csinál a macska, na most így látunk betekintést a macskákban, a macskák különleges életébe. 8 évesen láttad, és igen. Akkor mennyi időt eltelt, mire bele is csöppentél? Istenem, sok. Ne számoltassatok engem. Na jó, de egy közben mondtad, hogy 20 igen, 20 év. Igen, és mióta is játszom Grizabellát, mert hogy számomra ugye ez a legnagyobb csoda, hogyha már én jöttem és én beszélek róla. Előtte a Mekeviti szexi macska voltam, hosszú-hosszú évekig, Déter Renikővel, Oroszlán Szonyával, ugye az a székes szám, amikor ott vagánykodik a két cica, és most pár éve a Grizabellaként énekelhetem ezt a csodálatos világhírű. Ugye ebben a közel 4 évtizedben azért simán benne van az, hogy egy generációváltás apropóján a szülők már elviszik a gyerekeket is. Hogy nem, hogy annak apró, hogy na, ezt apa is látta, hát, meg anya is látta. Nagyon sokáig hallottam azt, hogy jaj, amikor a Hűvösvölgyi Ildikó, jaj, igen. Amikor a Szerenyei Béla, amikor a Hauman. Tulajdonképpen én is láttam őket, de hát azóta már rengeteg művész felnőtt ezen a darabon, és nagyon sokszor meg kellett újulni, és az is hozzátartozik, hogy olyan hamar el tudnak porosodni és porladni a musicalek, tehát folyamatos karbantartást igényel, főleg egy olyan, ami legfőképpen tánc. Ugye táncművészet, igen. Ebben nagyon el lehet fáradni, és állandóan frissíteni kell, és ez mindig történik is. Az ilyenkor cél, hogy a karakterek ugyanolyanok maradjanak, vagy a frissítés ebben is megmutatkozik, hogy azért időre más Seregi típusú Lászlónak színészek. Seregi Lászlónak a koreográfiája tökéletesen megjeleníti azokat a karakterisztikákat, amit annak idején a Webberék elképzeltek, és az ő tímjük, tehát követni kell ezt mindenféleképpen, de hát ahányféle személyiség, annyiféle kisugárzás és robbanékonyság, tehát azért mindig lehetőség mindenki van belerakja bele azt csepegtetni a sajátot, és azt kell is. Ezt ismételjük el, ez még egyszer, hogy ma 5 órakor, a Hősök terénél. Lesz, a bál, a leges, igen. Legtáncosabb, az első felvonás végén ugye van ez a nagy durranás szám, a bál, a macskák bálja, és ez lesz ma a Hősök terén, és aztán annyi különlegesség még, hogy a Memory, ugye az Éjfél című híres dal, az eléneklésre kerül, különböző csodálatos énekes nők is fognak ezen a héten csatlakozni, most nem szeretnék senkit csak kihagyni, de lesz Király Linda, Falusi Marian,
Wolf Kati, Keresztes Ildikó, segítsetek. Szulák Andi. Én Szulák Andi. Tóth Vera. Tóth Vera. Igen. Nem tudom, hogy melyik este ki lesz, tehát az mindig meglepetés, tehát lemegy az előadás, a tapsrendben szétnyílunk, és akkor megjelenik az aktuális. De az a lényeg, hogyha valaki a jövő héten mostantól megnézi, mindig lesz valami meglepetés. Így van. És még valami apró vajon arra azért. Hát, és én pedig 1-én és 3-án leszek, mint Grizabella, ennyit tudok. Hát akkor még egyszer ennyit ennek a darabnak, komolyan. Kívánom, hogy fennmaradjon a Madács legenda. De egyébként hogy... tényleg elképesztő most volt ez a statisztika, amit felsoroltunk. 1500. előadás, igen. Gratulálunk, köszönjük. Gratulálunk, és örültünk, hogy láttunk, gyere legközelebb is. Szívesen.